7 és 14 kivonva a veszprémi képletből. A magyar kézilabda top klub visszavonultatja Gulyás István és Zsigmond György mezét. Utóbbi 102-szeres válogatott játékos 9 magyar bajnoki címet nyert a bakonyiakkal, vívott BL döntőt, nyert keket. Ünnepsége a Kielce elleni BL nyitányon lesz. A ma játékos megfigyelőként dolgozó kiválósága vendégünk. Szervusz, jó reggelt! Jó reggelt, szervusz! Gyuri, hány mezt tettél el emlékbe játékos pályafutásod után, illetve alatt? Van-e mezgyűjteménye? Nincs egy darab se. Egy darab se? Nincs, mert annyira adakozó voltam, hogy szurkolóknak mindig oda ajándékoztuk egy-egy bajnokság vagy magyar kupa győzelem után, és tényleg a viccet tényleg nincs. Most holnap arra kérnének téged, hogy lesz valami rendezvény, gyere már valami régi veszélyi mezetbe, bajba lennél. Óriási bajba lennék, valamelyik régi szurkolótól kellene kölcsön kérnem. Uh-huh. Az érmek megvannak, azok megvannak egy helyen szépen eltéve, de mezem tényleg nincs. Uh-huh. Azt mikor tudtad meg, hogy mész te is föl a csarnok mennyezetére, már mint a mezet fel. Hát menjünk vissza egy kicsit régebbre, mert azért 99-ben a Gulyás Pistáért, meg az enyémet már egyszer visszavonultatták. A március 15-i csarnokba elkészült az aréna, volt egy költözés, és nem került vissza. De a héten tudtuk meg a Gulyival egy ilyen a kis Gulyás küldött nekünk egy e-mailt, hogy Ingbe meg kéne jelenni, mert egy utánpótlás szakmai kis értekezlet lesz. Ó, nagyon jó. Tehát akkor nem mezbe, hanem Ingbe. Ingbe megjelenni, és akkor kérdezem, te tudsz valamiről? Ő nem semmiről. Mondom, jó, menjünk. Elmegyünk, és akkor látom, hogy ott van az elnök úr, a sportigazgató, akkor láttam a televízió is, és még akkor is olyan valami furcsa volt, és mikor megláttuk a mezeket, akkor esett le, hogy miért vagyok Hoppá. Itt. Akkor fogalmazunk úgy, hogy a mezeket most visszavonultatják, akár mondhatjuk külön is, tehát ugye visszakerülnek így a helyükre az új csarnokba, vagyis akkor így lehet kétszer visszavonulni mezekkel. Jó társaságban vagytok, kitelne ebből lassan egy válogatott. Az, hogy te ott lehetsz, hogy ebben a panteonban ott vagy a mezeddel, ez itt a trófák mellett milyen elismerés számodra? Hát óriási megtiszteltetés, egy pályafutás megkoronázása, így is mondhatnám. Azért ha körülnézel a csarnokba, akik sajnos a Marian tragikus halála vagy meggyilkolása, de rajta kívül mind olyan ikonok vannak, akik 15 évet húztak le a klubba. És én azt gondolom, hogy ez a megtiszteltetés, ez a valahol a klubhűségről szól, hogy azért adományozták ezt a címet nekünk, hogy fölkerülhetünk. És tovább menve, hogy akik fönn vannak, azok majdnem mind a klubnál dolgoznak jelen pillanatban, ma is. Na hát ez nem véletlen, azt gondolom. Igen, szerintem. Ezek, akkor ennél a klubnál erre odafigyelnek, és biztosítják a lehetőséget a későbbiekben is, hogy az ember kifussa magát, vagy úgy folytassa, hogy a közelébe maradhasson ennek a kézilabda kultúrának. Sokat adtál, meg sokat kaptál ettől a klubtól. Például kaptál tőle posztváltást is, igaz? Hát igen. Hát átlövő voltam még. Igen, átlövő voltál, és aztán Valeri mennyit csinált belőle beállót? Igen. Ő katonaság gyorsan 87-ben leigazoltak, utána gyorsan túl kellett esni a katonai szolgálaton. Először Veszprémben voltam, utána átkerültem Székesfehérvárra, ott megsérült a beállós, már öreg katona voltam, nem játszottam, beraktak. A mennyik lejött megnézni, és akkor mondta, hogy azok is beállós, akkor az kell nekem. Igen? És akkor ez így történt, igen. Hálás vagy hálátlan poszt a kézilabdában? Hát nem tudom. Én azt gondolom, hogy sokkal tehetségesebb lettem beállós, mint balátlövő. Balátlövőben nem tudom, hogy milyen szinten tudtam volna eljutni, de teljes a karrierembe. Hát persze, hát ütnek, vágnak minket, de hát... Bírni kell. Persze, muszáj. Ennek a posztnak a szerepe, meg a felfogása, meg azok a képességek, meg egyáltalán fizikai adottságok is, amelyek kellenek hozzá, ez hogy alakult át az elmúlt 10-15-20 évben ahhoz képest, amikor te voltál a Zeniten, meg most látod az utódokat, akár Veszprémben? Jaj, nagyon sokat változott a kézilabda, a tempóba, sebességbe, fizikumba, mindenben. Hát most már azt kell, hogy mondjam, hogy egy gladiátor képzés folyik felső szinten, mert hát, mi időnkben lőttünk egy gólt, még kinéztünk a közönségre, puszikat dobáltunk. Most meg hogyha nem figyelsz oda egy percet, 3 gólt is kaphatsz. Uh-huh.
Igen, tehát ez egészen más az ütelme meg a ritmus más, a dolgoknak. Ez mit jelent a te posztodon? Tehát milyen változásokat jelent amellett, hogy hát persze jó, nagynak kell lenni, meg bírni, hát az nem változott, bírni kell az ütéseket, de egyéb dolgokban, a taktikai repertoárban. Hát a beálló szerepe a kettő-kettezés ellen a kis területek segíteni az irányítóknak, átlövőknek, az egy nagyon fontos dolog, mert néha itt egy 20-30 centi is számít, hogy egy irányító vagy egy átlövő be tud-e menni a résbe. De inkább én azt mondanám, hogy mi annak idején vígan végigjátszottunk egy mérkőzést, 60 percet. Ma 30 percnél tovább szóba se került. Olyan tempó van, olyan fizikális igénybevételnek vannak ítélve a játékosok, de nem csak a beálló, még a szélső is, hogy 30 percnél nagyon sokkal többet nem lehet a pályán lenni. A maiak közül, az utódok közül kik a kedvenceid? Mindig a veszprémiek, akik Veszprémbe játszanak. E tekintetben most a mostani keret, amelyik neki indul ennek a bajnokságnak, megnyugtató? Én azt gondolom, hogy szerintem minden idők legerősebb veszprémi keretével fog neki vágni Vranyes mester. Bizakodóak vagyunk, elindult ugyebár a bajnokság, túl vagyunk már két bajnoki fordulón, hát holnap elkezdődik, amire már nagyon sok mindenki várt Veszprémben. Igen. Ünnepléssel egybekötve. Reméljük, hogy győzelemmel. Ünnepléssel egybekötve, úgyhogy, és győzelemmel, mármint, hogy ünnepelnek majd téged is, titeket is, és téged is, és aztán reméljük, hogy a csapatot is. Azt mondod, hogy ez egy komplex és minden idők legerősebb kerete lehet. Kissé szomorkássá tehet az téged, hogy ebben már nincs olyan rettenetesen nagy számú magyar játékos? Az élet ilyen a modern kézilabda? Nem tudsz mit csinálni, mert most nézd meg a Szegedet. A Szegedben sincsen, meg most ha tovább megyünk Tatabányába se nagyon. Talán a következő klubba, a sorba a Balatonfüred, ahol még több fiatal van, de sajnos a magyar mezőny, csúnyán fogalmazzak, vagy ne fogalmazzak csúnyán. Olcsóbbak a külföldi játékosok, mint a magyarok. Azért ez elgondolkodható, igen. Menedzserek meg minden szempontból. Igen. Hogy miért nem fordítva van, vagy legalábbis egy szinten, nem? Hát most a mi időnkben lejátszottunk mi 13-14 évet, és ha megnézed a mai tendenciát, egy olyan játékos keringő van, a játékosok, az edzőket sajnálom néha, hogy nem tudnak, nincs meg az állandóság, mert minden évben építeni kell, de legjobb esetben minden második évben, és akkor három játékos ide, kettő oda, és akkor mindig minden évben más kerettel vágnak neki, és ez valahol nem tesz jót a kézilabdának. Ilyen szempontból felmented a tavalyi szezont? Ljubomir Vranyes egy olyan helyzetbe érkezett, hogy gyakorlatilag ez elmondta ő is, hogy hát örökölt sok mindent, és nem igazán az ő tehát még nem volt igazán az ő csapata. Nem is akart nyilván az első időszakba belenyúlni, lerombolni azt, amit az előtt felépített, ugye idő kellett neki, hogy átalakítsa. Erre ment rá ez a szezon? Én nekem nem jogosultságom volt felmenteni, vagy nem. Gondolom, hogy hát sok mindent kipróbált, sajnos a BL az nem sikerült. Nagyon közel voltunk a bajnoki cím megszerzéséhez, hogyha a Máténak az a kézsérülése nem jön, akkor lehet, hogy sportban nincsen, ha nem tudom. De ez most remélem, hogy az ő éve lesz, és a csapat éve lesz az Veszprém. A BL-ben hogyan alakulnak át az erőviszonyok, ha figyeled most a többieket ezzel a kerettel, mondjuk simán azt mondod, hogy tehát négybe, papíron már négybe kell tenni a Veszprémet? Hát én beraknám négybe, de hát azért iszonyatos kemény csoportba kerültünk. Itt minden, ez nagyon nehéz csoport. Itt nem lesz olyan nem lesznek itt olyan győzelmek, a három legutóbbi győztes itt van. Hogy hátradőlsz, és akkor 10 góllal vesz mindenkit. Itt vért, verejtéket kell minden egyes győzelemért adni, és hát reméljük, hogy össze fog ez állni. Elindul egy folyamat, jövő héten már ugyebár Barcelona, Várdár, szépen megyünk előre, és majd meglátjuk, hogy mi jön ki belőle. Az biztató, hogy beszéltem a srácokkal, mindenki egészséges, meggyógyult mindenki, teljes kerettel tudunk holnap neki vágni. Te szurkolsz, és közben keresed a gyerekeket, igaz? Így van, így. Keresed a lehetséges gyerekeket, vannak? Vannak egyre kevesebben, az a baj, hogy nem baj, mert mindenki is a saját kis központját építi, sok a konkurencia. És nem csak kézilabdában. Így van, így van. Kosártól a fociig. Így van minden. Mindenki csábítani akarja a gyerekeket, erre focizzál, jégkorongozzál, de
nem baj, hát ez versenyhelyzet van, versenyhelyzet van. Föl kell venni a kesztyűt. De ehhez képest már kevés a gyerek, ugye? Igen, hogyha azt nézed, hogy mennyi felé próbálják elcsábítani őket, és de ma már egy alapadottságban neked magas, vagy várhatóan magas gyerekeket kell keresni. Na, nem feltétlenül. Nem feltétlenül? Nem feltétlenül, egyébként nem én. Én megnézem őket, ajánlom az edzők alá, nem én választom ki, ajánlom az edző kollégáknak, rendezünk egy ilyen egy kiválogatót, és akkor ott az edzők választják ki, hogy ki alkalmas arra, hogy nálunk kézilabdázzon. Hát akkor egy ünnepi hangulatú és pozitív hétvégét kívánok. Köszönöm szépen, hogy itt voltam. Én köszönöm.